visszennél akkor, hogyha egy éjszaka fölébredvén egy lakatlan szigetre kerültél volna? Talán fát vágnál? Talán fölbújnál olompázatba, hiszen nagyon félnél? Na de mi van akkor, ha beköszönt az éjszaka? Hát igen, srácok, ezekre a kérdésekre fogunk ma választ lenni, hiszen egy új Roblox játékot találtam, ami nem más, mint hogy egy lakatlan szigetre kerültünk a Roblox karakterünkkel, és van egy pici ágyunk, van egy ilyen treehouse-unk, és ezen kívül nekünk túl kell élni ahhoz, hogy tudjuk bővíteni a szigetünket, és hát megküzdeni minden elemmel. De elsőnek is ki kell vágnom a fákat ahhoz, hogy egy pár fadarabot tudjak szerezni, aztán természetesen elültetni a többit, és ebből építkezni kell a mai videó folyamán. Már van 100 darab fám, ami tökre király, most ezeket kiütöm és kapok valószínűleg még többen, és tudok 10-ért venni további lendeket, további 20-ért, figyeljetek meg, 142 széles lehet a bázisunk majd. Tutoriál annyit mond nekünk, hogy jöjjünk be ide középre, ekkor tudjuk majd a fákat ugye bearatni. Most azt akarja, hogy még vágjuk ki, igen, tudom, Kovám, hogy mi a helyzet, tudom, megveszem gyorsan lendeket, hogy picikét nagyobbak legyünk, eddig nulla napot tudtunk itt túlélni, ami hát vagyunk be az őszintén, nagyon-nagyon csekély. Én elfáradtam, alszok egy picikét, hogy tudok upgrade-elni? Úristen, figyeljetek, ott egy ember, aki éppen ott a vízban is nem tud kiúzni, és ott egy sárka körülötte, ez hogy kéne megmentenem? Srácok, hogy kéne? Én azt mondom, hogy buildelek magamnak, mit lehet? Egy várfont, egy kikötőt tudok építeni magamnak, figyeljetek, arrébb tudom hozni, de építek magamnak egy várfont, és el fogok hozzá hajózni, egy raftot kell, hogy csináljak, 20-ba kerül, az nem is olyan túlságosan sok, akkor átugrok a rafthoz, drive, és haló! Kobám! Jó barát, én nyomom úgy ahogy a gázt, ahogy csak tudom, és őt meg kell, hogy mentsem. Hölgyem! Nem biztos, hogy hölgyem, de segítek! Szia! Még azt meg kell említeni, hogy hölgyem vagy nem, hát ránézésre... Legyen hölgy, srácok, mit számít, de nekem is ugye vágni kell a fát, és ugye építenem az egész szigeten. Én azt mondom, hogy erre veszek magamnak még triket, hogy ezeket én is most már ki tudjam vágni, és még több fát tudjak ezáltal szerezni. Na de, opá, azt mondja, hogy valamit kéne, hogy építsek. Mit kéne, hogy építsek? Egy házikot! Nekem és Ivy-nak építek egy házikot, figyeljetek, és oda tudom tenni, ahova csak szeretném. Ja nem, tudom forgatni, tudom izé. Legyen így a háza, mit szóltok, hogy itt tudjunk bemenni, és... Ez a házikó? Hát ez egy sátor, nem egy házikó. Haló, tessék. És itt tud lakni most már Ivy. De jók vagyunk. Még egy ember, srácok, még egy ember van. Az azt jelenti, hogy akkor level 2-re upgrade-elem gyorsan a házikóban. Aztán megyek is, srácok, újra őt is megmenteni. Jövök, Kobám. Megmentelek, figyeljétek már. Na, hát valószínűleg ő hölgyet, most hát tényleg meg tudjuk állapítani. Milyen durva, srácok, hogy itt lehet, hogy 30 feleségem lesz ezen a szigeten, hiszen most már van 2, azt még csak most kezdtük az egész videósorozatot. Ha nyomtuk egy lájkot, akkor fogjuk folytatni. Ez a 30 feleség kihívás. Hát, szerintem igen, senki ki nem csinál, de upgrade-elem a házat, lehet még upgrade-elni, igen, level 2-esten, és ja, elsőleg a treehouse-t kell upgrade-elni, értem, lehet ilyet, hogy a treehouse-t is upgrade-elni, ja, a kapacitást fogom növelni, én lakok itt, ez a főnöki ház, ti meg itt lent, mit szóltok hozzá, ti meg itt lent laktok, de ezt is upgrade-elem, hát egy kutyaház kb, ez még mindig. Ivy nem szórakozik, figyeljétek el, most kezd majd horgászni magának. Tudja, hogy ám itt tőle nem kap kaján, hát nekem is alig van kaján, plusz Islander, ide Chloe-t beválasztom, és mindenkinek megvan a saját háza. Most éppen nem fogunk rendezkedni, jó helyen vannak, fejlesztenünk kell, srácok, minden. Shipwreck, valahol van egy hajótörés, fogok készíteni, hát ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Gyorsan ide leteszem a farmon, most már végre ételt is tudunk magunknak termelni. Islander, aha, hogy Chloe most már a favágás helyett ezt fogja csinálni. Nekem úgy tűnik, hogy nem is olyan sok mindent kell csinálnom, de elsőleg is olyan pici ez a szigeten, olyan pici, hogy veszek földeket. Mindenféleképpen veszek földet, hiszen rengeteg pénzem van. Hoppá, egy kincses tárca, mi van benne? Egy darab ilyen valami dollár. Oppa! Jön egy kalóz. Tehát te mit csinálsz itt, kalóz? Gyorsan, srácok, védelmi zónát próbálok felhúzni. Szerintem ez nem lesz barátságos. Én úgy gondolom. Hello! Kik vagytok? Harcolnom kell, figyeljétek, a feleségeimet meg akarja ölni. Hát komolyan mondom, uram, atyám, Chloe, hát Chloe pedig a kedvencem, meg akarta ölni a feleségeimet. Hogy tudok neki adni HP-t, vagy valami, van már házad, van stb. Tudom, valahogy tudom upgrade-elni a feleségemet, hát komolyan, ja nem, a földet upgrade-eltem.
Azt hittem a feleségeimet. Üdv Linen, üdv Chloe, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Most már tudok újra bildelni, hogyha szükségem lenne egy védelmi vonalat fel tudunk, figyeljétek húzni. Aha, hogy ez a tornyom. Oké, hát ezt mindenféleképpen upgrade-elni akarom. Itt most már tudjuk, hogyha jön valami enemy, akkor le tudjuk kardozni. Na de, srácok, figyeljünk oda, mert óriási a kavarodás. Fellesztük elsőnek a szigetet, utána a cuccokat. Fellesztettem ekkorára a szigetünket, most úgy nagyjából el vagyunk, én úgy gondolom. Most a nyíl azt mondja, hogy még ezt is upgrade-elnem kell, vagy valakit ki kell ide neveznem. Mondjuk Linea, te úgyis a hajóról jöttél. Linea, te leszel a védelmi vonalunk, azt a milyen sisakot meg tört, meg mindent kapott magába. Honnan szedtem palackozott vizet, meg ilyen cuccokat egy lakatlan szigeten, de jó, ezt bocsássuk meg a játéknak. Igazán, most srácok, nagyon-nagyon király állunk, most már a házakat kéne fejleszteni, de tényleg nincsen mindenkinek sajnos otthona, ami az eléggé problémás. Például ezt a házat szerintem el kéne költöztetni innen, hiszen nem akarom azt, hogy itt legyen. Elmúlom gyorsan, sem rájöttem, hogy hogyan kell ezt változtatni. Itt lesz, figyeljetek el, a telepünk, vagy a lakótelep. A lakótelep, vagy a köztársaság, srácok, itt lesz, figyeljetek, ezt gyorsan elkattintom ide, és itt fognak lakni az én kedves feleségeim. Így bizony, nagyon-nagyon király, már csak ki kéne választani a helyet annak, hogy ezt a, hát a kajáda részt meg kéne csinálni, csak az a baj, hogy ez akkora hely kell, hogy sehova nem tudom, halljátok, letennie. Ide kéne szerintem a kajáda részt, ezt elmúlva minden, és akkor meg is vagyunk. Letettem ide ezt a részt, és akkor most már csak meg lebildelem a kantint, és kézen is vagyunk. Hoppá, jött egy vendégünk, Cili! Hello, micsoda merő sajt van a fejeden? Mi a helyzet, Cilikém? Kedves vagyok a feleségeimmel, de várjuk csak. Jött a kincs, figyeljetek, klémelem a kincset, nem tudom, hogy mi volt benne. Kaptam egy level 6-os feleséget, meg 10 000 fát. Uram, atyám, hát ezeket gyorsan fejlesztem. Ezeket átvédelem ilyen óriási nagy menőházra. Figyeljétek, én megadom a módját. Most már talán két ember belefér, csak hogyha ha ülve természetesen. De mi lesz a következő ámkér? Ez jól néz ki. Azta, milyen királyházuk lett? Na jó, hát srácok, és én nem vagyok kedves, fejlesztem. Ja nem, hát tényleg. Ki dolgozza? Gwen, te fogsz itt dolgozni. Ezt nem hiszem el, Linen leült ide, figyeljétek, és itt az őrzés helyett ő azt választott, hogy ebédelni fog. Hát nem hiszem el, Linen, hát mi van? Ez hogy került ide? Elfelejtettem, hogy már megint a területvásárlással kéne, srácok, hát foglalkoznom, de elköltöttem megint az összes pénzemet erről, hogy legyen egy nagy területünk, hogy tudjunk ezután építkezni, de Gwen szintet lépett, vagy nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha most szintet lépette, vagy nem, de, aha, az a talentje, hogy itt dolgozol, akkor Gwent áthelyezem ide, hogy a farmlandhez olyan dolgozna, aki ért hozzá, mert szegény Chloe is ért hozzá, akkor maradhat. Nagyon sokat haladtunk, srácok, a mai videóban. Ez egy iszonyatosan király játék. Hogyha tetszett a videó, akkor légy szíves, nyomjatok egy hatalmas egy lájkot, és akkor folytatom a következő részben. Plusz iratkozzatok fel, hogyha menő sajtok akartok lenni, és hát ki akarna menő sajt lenni. Na ennyi, legyetek jók, császtok!